ez nem arra megy, amerre én akarom. Na, sziasztok! Haj, most már kihúztok a videókért, úgyhogy most már muszáj volt bejelentkezni. Most nem, az, nem is az volt, hogy nem akartunk bejelentkezni, hanem az első nap, mikor be akartunk jelentkezni, meg akartunk nektek mutatni, hogy a szumbai gyerekek hogyan örülnek az esőnek. Borzalmasan nagy eső volt, szó szerint hömpölygött a víz az utcán, és a gyerekek ott fociznak, ott ugrálnak benne, szaladgálnak és élvezik ezt az egészet. Kívülről úgy néz ki, hogy úristen, milyen hideg lehet, de hát ugye tudjuk azt, hogy itt még az eső is ilyen 30 fok körül van. Magyarul nem fognak megfázni soha. Viszont nem tudtuk megmutatni, mert nem volt internet. Tegnapi nap folyamán lementünk egy nagyon szép beachre. Szintén meg akartunk nektek mutatni azt az egészet, de ott sem volt internet. Útközben találtuk a sáskákat, arról töltöttem fel nektek azt a pár perces videót. Megmutassam nektek, hogy mennyi sok sáska van. Szóval annyira rengetegen írtatok már, hogy mikor lesz már videó, meg legyen már videó, hogy most biztosra akartam menni, és eljöttem ide a partra, meg amúgy is találkozom volt az emberekkel. Ugye tudjátok, hogy most már egyre több házat kezdünk építeni, eladtuk, ugye nagyon sok telek gazdára talált, már kis típusú házból már konkrétan nincs is, úgyhogy azokat hamarosan kezdjük. Igaz, hogy most esős évszak van, várjuk ennek, hogy ne essen annyira, tehát ha ennek vége van, akkor utána tudjuk kezdeni, az előkészítő munkálatok már elkezdődtek. Öröm ez ugye Krisztiánnak, meg Józsinak, és még sorolhatnám. Megmutatom, hogy mit haladtunk. Ja, a mai nap folyamán lementünk jetskit próbálni, viszont ott sem volt, azon a parton sem volt. Háttérben nézzétek mi itt? Ezt érdemes megnézni. Megmutatom nektek. Az én drága kislányom. Hogy nézel ki te? Amidala. Ott van a teng, miért nem mész az óceánba inkább? Istenem. Ez az óceán? Hát miért nem mész a kert végébe az óceánba? Hát miért a sárba kell fürdeni, gyermekem? Istenem. Na, mint én meg Tamásat itt annak idején, mikor gyerekek voltunk. Az Úttörő utca még akkor nem volt lebetonozva. Csontolacék elé olyan hatalmas nagy eső esett, hogy fürdeni lehetett benne. Ugye, Csontolaci? Nem tudom, itt vagy-e. Na, megmutatom nektek, hogy mire haladtunk. Egyébként nagyon szépen haladunk a munkálatokkal. Hát, a jetski. A jetski az beindult, szép volt, jó volt. Ki is dobta nekünk a Jack & G-t, aztán kiderült, hogy mikor hozták ide, le kellett engedni belőle benzintől kezdve mindent. A hűtővizet is le kellett belőle valamiért, nem tudom miért, de lehet, hogy csak szimplán elfolyt, és csak ráfogták. Úgyhogy feltöltöttük, innentől kezdve mentünk egy kicsit, aztán utána jöttünk is haza. Majd töltök fel erről is nektek videót, hát ezért néz ki szerencsétlen kocsink így, de úgy néz ki, mint egy, ahogy egy jeepnek ki kell nézni. A kislányom azt továbbra is csinálja. Amidala, mennyire légy szíves, zuhanyozzál le, kincsem. De ne játsszál már a sárkellős közepén. Nem vagy te Tamás Edit? Na. Ugye Edit? Na, gyorsan megmutatom nektek, hogy mire haladtunk eddig. Ja igen, banán. A parton, hát a villába természetesen továbbra is jön a banán, már azóta jött még egy, ma kivettünk egyet, mert már túl sok. De a parti banán, képzeljétek el, magára talált, és hozza a kis banánt. Itt van a, hát ez még, ugye itt van maga az a szirom, amit elkezd majd szépen ledobálni, és ezek már megjelentek szépen a kis banánok. Múltkor mutattam ugye, hogy kecske ezt megrágta, de ahhoz képes most már kezd magához térni, hál' Istennek. Úgyhogy a banánnal sem lesz gond. Üzenem azoknak az embereknek, akik házakat vettek, minden ház közé banánt fogunk ültetni, mert az finom, és azt lehet jelenni. Ebből a banánból adok hajtásokat. Neked is, Józsi. Úgy látom, itt van Józsi. Biztos hallotta a jó hírt. Ő volt az, aki mindenáron ragaszkodott hozzá, hogy legyen ma is videó. Na, megmutatom nektek a hol tartunkot. Kerítés? Kezdjük a kerítéssel. A kerítést elkezdtük a külső burkolását a kerítésnek, és a security, a biztonsági őrbódénak az alapját megcsinálni. Meg hoztunk ide rengeteg ilyen feltöltést, mert képzeljétek el, hogy
Ezt kihozták, ott is elakadt egy teherautó. A Ranger húzta ki. Ott is elakadt egy teherautó, tehát folyamatosan bejönnek, elakadnak. Leöntik a kis maradékot és mennek. Viszont mondtam nektek, hogy ilyen ékelő kavicsot hozzanak, hát hoztak nekünk földet. Mondtuk, hogy köszönjük, ebből többet nem kérünk. Na, 3 méter kerítés, ahogy említettem nektek annak idején. A kerítésnek a teteje is meglett. És megmutatom nektek, ilyen kővel lesz leburkolva. Ilyen kővel lesz leburkolva. Itt megcsináltuk a mintát. Hudák Anikó is megérkezett. Szia Anikó! Na, ilyen kővel lesz az egész kívül belül leburkolva. Na most már a ház alatti rész is szépen feltöltésre került, meg lett emelve ugye azzal a magassággal, amit mutattam nektek a múltkor. Ez még alá kerül ez a, mondjuk azt, hogy kulékavics, Magyarországon úgy hívják. Az még alá kerül. Csak időközben a munkavezetőnek meghalt a nagymamája, és 2 napja, tegnap meg ma nem tudott ezért jönni dolgozni, most éppen temetkezés van. Na hát elég szépen alakulunk. Elég szépen alakulunk, ugye ebben most bele lehet majd húzni, hamarosan jönhet a festés. Tetőt összedobják körülbelül 1 hét alatt. Na, hát csak lesz valami. Csak lesz valami elég. Szerintem nagyon-nagyon szépen alakulnak itt a dolgok. Főleg ahhoz képest, hogy esős évszak van. Úgy képzeljétek el, hogy hát én nem tudom, ilyen esős évszakunk mióta itt vagyunk, nem is nagyon tudom, hogy volt-e ilyen. Borzalmasan sokat esett az eső, és ha esik, akkor is nagyon. Hát tavaly, képzeljétek el, esős évszakban konkrétan locsolni kellett itt a parton, mert száraz volt minden. Na most ilyen problémánk nincs, úgyhogy tele vagyunk vízzel, mint látjátok, a gyermekem hol játszik. Pár méterrel odébb ott van a tenger, de ő neki sárba kell. Gábor Sós király lesz. Hát, örülök, hogy ha ti is így gondoljátok. Na, ezt a jó hírt akartam veletek igazából Józsiéknak megosztani, hogy most már ugye a titelketek ki is van mérve. Egyébként a konténer mögötti rész az konkrétan a tiétek. Koromgumi szerviz, jaj, drága barátom, látod, most itt lennél, és te is élveznéd ezt az egészet itt. Megmutatjuk a nap hősét, a jetskit. Nagyon jó viselkedett, meg lett csinálva. Ugye? Biztos tudjátok, hogy volt vele egy kis problémánk. Konkrétan még be se indítottuk, már összetörtük. De most már megvan javítva, szerintem elég jó lett a javítás is. Meg tudom nektek mutatni. Mondjuk nem fogom azért lebontani az egészet, de konkrétan itt van le. Itt lett összetörve, meg kijavítva. Más színű egy kicsit a festés, de majd, hogyha nem lesz rajta, hát meg ilyen problémák vannak, hogy tehát nem volt teljesen megszáradva, és rá volt rakva ez. De ha vége lesz az esős évszaknak, akkor majd lefestjük. Igazából ennyi. Na hát itt már elkezdtük a sövényeket, meg mindenféle dolgokat kijelölgetni. Azért, hogy legyen szépen megcsinálva az út is. Na, mai bejelentkezés ennyi, nem sokára. Lehet, hogy töltök fel nektek olyan képet, amikor levegyük a parton, hogy lássatok egy kis tengerpartot is. De vagy az lesz, hogy átmegyünk egy Mónika, kipróbáltátok? Igen, Móni, ma próbáltuk ki, levittük a nagy vízre, és sikerült beindítani, úgyhogy egy check engine lámpát kidobott, aminek az volt az oka, a későbbiekben kiderült, hogy a hűtővizet le kellett engedni állítólag, aztán nem tudtuk, tehát nem órákon keresztül mentünk vele, csak egy picikét, és utána hazajöttünk, de hál' Istennek úgy tűnik, hogy megúsztuk ennyivel. Hát ugye az utánfutó, az biztos látjátok, az újat kellett csinálni, mert az mint aki, mint egy óriás össze markolázta volna, az teljesen összetört, ugye, de ennek is örülünk tulajdonképpen, nem csak én, szerintem Attila is, hogy nem lett kuka az egész, hanem mondjuk azt, hogy ennyivel megúsztuk az egészet. Klárika természetesen akkor csinálja a dolgokat, amikor élő videózok, hogy ne halljatok semmit. Jaj, nők.
ilyenkor értem meg, miért van ennyi buzi. Na, még egyszer megmutatok, megmutatom nektek. Ilyen idő van, körülbelül 30 fok környéke, hamarosan ott fog esni az eső. Én megyek vissza Vaingapuba. Így nézünk ki, szépen kizöldöltünk. Úgyhogy ennyi jó hír után mondom nektek, hogy nem sokára olyan helyre fogjuk levinni a jetskit, ahol van esetleg térerő. Például lejövünk itt a mi partunkhoz, mert egyébként nem olyan messze raktuk le itt. Rádi Csabi, te is árba játszottál. Csabi, én tudom. Csontó Laci nincs itt most velünk, nagyon hiányzik, pedig ő tudna nyilatkozni, meg Tamás Edit. Mikor leesett a tildig élő sár. Fú, olyan koszos, új, adott nekem apám. Na. Hát, Jani. Ja, igen, igen. Na most tudni kell, hogy most voltak srácok, akik szerettek volna idejönni, és elint is intéztek a bizniszvízumot, de ugye Indonézia behúzta a kéziféket, és azt mondta, hogy senki nem jöhet, csak akinek munkavállalója, azaz kitasza van. Senki más szerencsétleneknek, intéztük a vízumot, megcsináltunk nagy nehezen. És azok a srácok úgy jöttek volna ide, hogy befektetőként, tehát ők gondolkodtak itt telekvásárláson is. Én azt hittem, hogy úgy fogom tudni kezdeni majd nektek, mikor beszéltem vele, hogy akkor inkább ne várjunk rá, hanem nekünk ugye sok érdeklődő van a telkekre, és mondtam, hogy milyen jó lesz, mert úgy fogom a következő élőadást kezdeni, hogy na gyerekek, ismét felszabadult egy pár telek a kis típusú házból, és jaj, de jó. Hát ez eszemben az történt, hogy mikor a Jenővel megcsináltuk ezt a beszélgetést, nem telt bele 2 óra, a 3 darab telekből 2-t már elvittek, az utolsó telket meg elvitték másnap. Úgyhogy nem volt annyi időm, és ez egy ilyen hétvége előtti állapot volt, tehát nem volt annyi időm, hogy egyszerűen bejelentsem azt, hogy végre sikerült. Viszont újra tervezés alatt vagyunk, és ha minden igaz, akkor elképzelhetően úgy néz ki, hogy 17 darabot még fogunk tudni a későbbiekben csinálni. Építkezést erre az évre már nem vállalom el, ugyanis azoknak az embereknek kell megfelelni és felépíteni a házakat, akikkel már ugye szerződésben vagyunk, akik már ezeket a házakat ugye lefoglalták, és ez nem kevés. És ez nem kevés, erre rá fog menni az idei évünk, még szerintem a jövő évbe is bele fogunk csúszni, tehát nem tudunk már. Telket lehet. Telket azt még lehet, de az építkezés az leghamarabb is csak jövőre. Attól függően, hogy még típusú ház ugye, Szumba kicsi, Szumba nagy, kicsi privát nagy. Várom most még egy-két olyan érdeklődőt, akik több telket szeretnének venni. Na, nekik is mondtuk, hogy a gyerekeket ilyet csinálni, ez 2 hét alatt elvitték az összeset, ez olyan, mint a... Na, Balog itt a tanárnő is itt van, úgyhogy számokat nem mondok, nehogy véletlenül rosszul mondjam, ő volt a matek tanárom középiskolában. Na, Farkas Judit is itt van, úrja, gyerekek, 27-en vagyunk, Gumiszerviz, Attila, Józsi barátom, Laci, itt van mindenki, úgy látom, itt van mindenki. Na, ha szeretnétek jobb minőségben nézni ezeket, akkor érdemes a YouTube csatornát követni, mert ott fel tudom tölteni HD minőségbe. Sajnos a Facebook az lebutítja ezt az egészet. Ne felejtsetek el követni, a YouTube-on is kaptok értesítést. És a kívánságotokra kicsit több tengerpartot fogok most már felrakni, de nem volt igazából rá időm. Amúgy is esik. Úgyhogy gondolom otthon sincs olyan jó idő. Na, vigyázzatok magatokra, sziasztok, mert így is hosszúra sikerült szerintem. És Klári meg akarja, tudod, a turmixot csinálni. Sziasztok!